Lassan vége a nagy bőtnek, itt a virágvasárnap. Milyen programok várhatók az elkövetkezendő napokban? Virágvasárnap nagy hétfőn és nagy kedden tartjuk az imár szokásosnak mondható nagybőti lelki gyakorlatunkat, az úgynevezett rídumot. Ez tehát három estét vesz igénybe, vasárnap, hétfőn és kedden, melyre mindig egy meghívott vendéggel igyekszünk készülni. A meghívott vendégünk ezúttal Böcskei Győző atya lesz, a Győri Székesegyház plébánosa, aki egykor csornai káplán is volt. Ő segít nekünk ebben az esztendőben együtt készülni a Húsvét Szent ünnepére. Tehát virágvasárnap, nagy hétfőn és nagy kedden este 6 órakor kezdődnek a lelki gyakorlatos szentmisék, és előtte 5:30 órától pedig Győző atya gyóntat itt nálunk a premontrei templomban. Ez mit jelent ez a lelki gyakorlat? Tehát gyakorlatban hogy néz ki? Gyakorlatban a lelki gyakorlat azt jelenti, hogy a minden nagyobb ünnep előtt szoktunk tartani egy ilyen lelki gyakorlatot, ami azt jelenti, hogy egy szentmise egy elmélkedéssel, egy ilyen ráhangolódó, az ünnepre ráhangolódó elmélkedéssel, és általában a három napnak az elmélkedései azok egybefüggőek is lehetnek, hogy egy ilyen egészet, egy nagy képet tudjon alkotni. Arra szolgál, hogy mi is egy kicsit ki tudjunk rugaszkodni a hétköznapoknak a szürkeségéből, és egy kicsit jobban tudjunk ráhangolódni a húsvéti készületekre lelkileg is. A nagy héten ezen kívül mire számíthatnak a rába köziek? Nagy héten alapvetően minden nap este 6 órakor kezdődnek a szertartások, illetve szentmisék. Nagy csütörtökön is este 6 órakor lesz az utolsó vacsora emlékezetére bemutatott lábmosás szertartásával egybekötött szentmise. Nagy pénteken délután 4:45 órától keresztutat járunk, jó idő esetén itt a külső udvarunkon, a szabadtéri keresztúton, hogyha esős idő lenne, akkor pedig itt a templomban, és utána este 6 órától pedig az úgynevezett csonkamise, amely a nagypénteki szertartás lesz itt a templomunkban. Nagy szombaton nálunk hagyományos módon este 9:30 kezdődik a tűzszenteléssel egybekötött olvasmányos imaóra, ez nem szentmise, ez egy körülbelül 3/4 órás imádság. A feltámadási szentmise pedig a mi templomunkban húsvét vasárnap reggel 6 órakor lesz ételszenteléssel egybekötve. További ünnepi szentmiséink pedig vasárnap 11 órakor és este 6 órakor a szokásos módon mindenkit szeretettel várunk. Immár 3 éve közvetítünk rendszeresen szentmiséket a premontrei templomból hetente, illetve különböző riportokkal, interjúkkal mutatjuk be a szerzetesi rendnek az életét, kicsit közelebb hozva az egyszerű ember, a hétköznapi embereket, hogy igazából mi is történik itt a premontrei renden belül, mit jelent önöknek ez a nyilvánosság? Számunkra mindenképpen egy nagy örömet jelent, hiszen ezzel még több embert tudunk elérni azzal, hogy a médián keresztül is akár megszólíthatjuk az embereket, akik a televízión vagy az interneten keresztül tudnak bekapcsolódni hozzánk, akár a szentmise közvetítésbe, akár az interjúkba, elmélkedésekbe. És ez azért is fontos, hiszen nagyon sok visszajelzést kaptunk mi már nagyon sokaktól, hogy milyen óriási dolog az, hogy akik csak az interneten, illetve a tévén keresztül tudják követni a szentmiséket, azok is megtehetik, és hát nyilván akik itt vannak Csornán, illetve a Rába közben, azoknak még szívügyük is, hogy akár innen a premontrei templomból láthassák a szentmisét. Számunkra ezért is öröm, hiszen többekhez tudunk mi is eljutni, és hát nem is mi jutunk el, hanem Krisztusnak az üzenete az, amit el tudunk nem csak azoknak vinni, akik itt jelen vannak a templomban, hanem akik otthonról kényszerülnek ezt követni. Köszönöm. Köszönöm én is.